Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai forgatásunk helyszíne ismét az agyba lesz. Az előző horgászatunkhoz képest jóval magasabb vízállás fogadott, itt erősen ki van lépve a medréből a folyó. A célhalunk a csuka lesz. El kell mondani, hogy hamarosan itt van a csuka tilalom ideje, most február elején járunk, a tél már engedett erősen a szorításából, a elmúlt napokban igen kellemes idő volt, de most szerencsétlenségünkre, vagy majd meglátjuk, hogy szerencsénkre egy erős hidegfront betörésnek lehetünk tanúi, ami igen erős széllel érkezett. Mint már megszokhatták tőlem, pergetve fogom a csukákat megkeresni. Az ívás miatt remélhetőleg nagyobb tömegbe lesznek együtt a csukák, csak hát meg kell találni azt a helyet, ahol ez a nagyobb tömegű csuka található. Bemutatnám a felszerelésemet, amivel horgászok. Egy nagyon kis, könnyű kis bottal horgászok. Egy Excalibur 2,10 m hosszú, egy pont erre való dobósúlyú, 10-30-as dobósúlyú pergetőbot. Az orsó rajta egy Banax Iris 3000-es. Ezt már nagyon régóta nyúzom, de mivel ennyire megszerettem, hogy minden botomra ezt teszem mostanában szinte. Az orson Power Braid sárga zsinór található, ennek az átmérője 0,8-as. Ez rendelkezik egyébként olyan erőtartalékokkal, hogy egy csukát simán kivehetünk, akár egy 5-6-os csukát is vele. Tehát nem kell félni attól, hogy vékony a zsinór. A szakító szilárdsága, ha jól tudom, olyan 8 kg körül van, ez biztosan tudja, és ezzel bátran nekivághatunk a csukázásnak. Szerintem kezdjük is. Úgy látom, ezzel a front a lép szerencséjénk is lesz, mivel a felhőzet el fog vonulni hamarosan a nap elől, és ki fog sütni a nap. Ez remélhetőleg a csukák kapó kedvét is növelni fogja. El most fordozza a víz felszínét, így kevesebb fény jut a vízbe be, és hogyha kisüt a nap, akkor ez a mi javunkra fogja billenteni a mérleget. És van az első csuka, hát az igazi itteni méret, így látom. Egy ilyen nagy zöld twisterre kapott. Hopp. Pont jó, ilyen szája szélébe van akadva. Könnyen kibírom szedni a horgot. Kis csukácska. Mert is vissza. Egy pár szót mondok arról, hogy itt igen, nagy szelünk van sajnos. Ez zavaró lakhat a horgászatba, mivel nagy hasat ad a zsinórnak. Viszont lehet, hogy ezzel eredményesebbek is leszünk. Miért mondom ezt? Biztosan hallottak már arról, hogy no wind, no pike, ami annyit jelent, hogy nincs szél, nincs csuka. Ez igazából a tiszta vizekre érvényes, mert meg napsütéses időben, mert hogyha túl sok fényt kap a csuka, akkor egyszerűen zavaró lakhat számára, fölhagy a táplálkozással,
keres egy olyan helyet, vagy mélyebbre vonul, ahol kevesebb fény éri. Viszont, hogyha fúj a szél és borzolja nekünk a víz tetejét, akkor, mint jelen esetben is, akkor viszont ez a vízfelszíni fordozódás annyira megtöri a felületet, hogy nem jut be annyi fény a vízbe, és a csukának pont megfelelő ez a fényviszony, és remélhetőleg táplálkozik is. Így hát zavarólag is hat, meg lehet, hogy előnyünkre is válik ez a szél. Meglátjuk. Került egybe beleakadni, megnézzük, hogy ez úgy látom jobb lesz. Nézzük csak. Így van. Éme. Ez egy ismét színt váltottam. Próbálom keresgetni, hogy azokat a színeket, amik talán jók lehetnének. Először ez a zöld, nagyon élénk zöld jött be. Most egy ilyen Men's Twistert raktam föl. Úgy látszik, ez is tetszik nekik. Tehát egy picit narancsos, beütésű, ilyen színátmenetes twisterre kapott. Viszonylag úgy látom, ezeket a nagyobb darabokat jobban szeretik. Lehet, hogy ívásra készülődnek a csukák, és ilyenkor egymást is felfalják. Annyit még gyorsan visszaengedem. Először is. Hát annyit még elmondok, hogy azt már azért észrevettem, volt egy pár kopásom, meg ez a csukám is, és ezeken a sekély részeken most nincs kint a csuka. Hiába van nagyon közel az ívási idő. Lehet, hogy ez is visszatolta őket, ez a nagyon erős hidegfront, de minden kapás, minden csuka vagy a medernek az oldali részén, vagy a túlsó részén volt akcióm. Valószínű, hogy visszahúzódtak azokba a mélyebb részre is, és ott a igazi medernek a szélén tartózkodnak. És hát azt ott próbálom keresni most már őket szerintem, mert itt a szélén egy koppintásom nem volt. Hopp! És akkor közeléből egy újabb csuka. És egy. Úgy látom ez a... Hoppá, nagyon csúszik ez a part. Szeretik ezt a színt, úgy látom ezt a... Mersznek ezt a csaliát. Hát ez még nőhet ez a csuka bőven. Reméljük. Picike csuka. Ilyenből rengeteg van. És horgászom végig folyamatosan a pályát. Úgy látom, hogy egyre kellemesebbek lesznek a körülmények. Na nem azért, mert a szél ereje csökken, mert látszik, hogy a fűszfáknak a hegyeit hajtogatja. Nem azért, mert pont egy olyan kanyarba érek, amit keresztbe fúj meg a szél, és így hát horgászok kellemesebb lesz, remélhetőleg. Már most érződik a hatása neki, hogy nincs olyan, most a zsinórnak jobban érzem a csalimat is, hogy hol vezetem, milyen akadályok
vannak a csalim előtt, na meg az, hogy mikor van a medertörlés, ami most a mostani horgászatban nagyon lényeges, mert hát ott tartózkodnak ugye a csukák, és hát ott kell megfogni akkor őket. Nincs meg. De jó kapás volt pedig. Learapta a végét a twisternek. Látszik egy picit a foganyom a csukának. Hát sajnos mindegyik ilyen, kivéve talán egyet, majdnem mindegyik ilyen foghegyes volt, hogy ilyen épp hogy megcsippantja. Látszik, ez nem olyan pozitívan hat ez a hideg front a csukákra. Azért attól függetlenül szerintem szépen fogdosunk. Hát muszáj vagyok új csalit fölrakni. Egyelőre maradok ennél a zöldnél. Vagy a másikon gondolkoztam még, de az nagyon ki van fogyva. Az a narancsos szín. Úgyhogy ebből még van bőven nálam. Meg hát ezt kapják, ezt kapják. Ezt tegyék meg. Na hát újra csalisztunk. Azért ilyenkor érdemes újra próbálkozni, meghorgászni azt a részt, ahol kapásunk volt. Érdemes olyan részeket, mint ez is itt próbálni, ahol előtte megfogja a vizet egy picit egy bokor, és épp most voltam az akadóban, most vagyok a legjobb helyen, ilyenkor egy kicsit belassítom a csalimat. Mert egy langó, egy lassú, meglassult víz keletkezik mögötte, amit nagyon szeret a csuka. És ilyen helyről, ha szerencsénk van, akkor többet is foghatunk, több csukát is. Mivel keresztbe fúj megint ez a szél, nagyon nehéz a dolgom vele. Az a baj, hogyha nagyon lesügyeztem a zsinóromat, tehát hogyha a túlpartot dobom most például meg, óriási hasa lesz a zsinórnak, megpróbálom gyorsan lesülyeszteni. De hogyha laposra húzom, akkor nem fölötte húzom el a akadó fölött, hanem csak húzom bele, meg nagyon laposan húzom. Bár van, mikor ez a technika nagyon beválik, hogy szépen lassan vontatjuk. Próbáltam ma is ezt, de inkább ez a pöcögtetős vált be. És akkor szépen esik a túloldalon a menerbe, ott most húzom fölfele, igen, most vagyok az akadóba, és ha most kellene kapásnak lenni, de nem. Itt a szélében már nem volt egyszer se, de azért mindig úgy kivezeti az ember a lába elé, hogy van, hogy hosszasan követi a csuka, az nagyon sokszor elő szokott belefordulni, hogy hosszasan követi a csalinkat a csuka, és az utolsó pillanatban veszük észre, amikor nem nézik oda, hogy hopp, itt villant a lábunk előtt a csuka. Hogyha figyelünk, akkor kivezetve a csalit talán még van esélyünk arra, hogy elkapja ezt a csalit. Olyat dobok, hogy hát ha sikeredne ezt mégis megcsípni. Hát ezt túl akar járni az eszemben. Egy nagyon minimális fognyom látható itt a gumin. Így a fog hegyen esznek.
Itt van a fognyom neki. Meg is mutatom, hogy íme megcsippantotta. Szerintem le fogom cserélni egy más szírre, mert ez már a sokadik ilyen, csak éppen megcsípett csalim is. Hát azért elég hosszú ez a csali. Megpróbálok egy picit kisebbet fölrakni, hogy talán az jobban be tetszik nekik majd. Ez jó szokott működni ez a Action Plastic Twister. Ez azért nincs olyan hosszú a farka se, tehát hogyha ugyanaddig kapja be, akkor már valószínű a horgot is megcsippenti. De majd megmutatja. Látszik az új szín, meg az új méret bejött. Kíváncsi vagyok, hogy de picike. Hát igen, ez így megérthető, ha ilyen kis csukák kapdossák, akkor annak a nagy csalinak, hát azért ez a méret, ez tényleg csak csippodni tudta. Gyorsan megfogjuk. Kicsit össze. Benyúlok neki, kicsit kifeszítem a száját. Hú, ez nagyon... Kicsit hagyom, hogy hagyd lazuljon, mert ez... Hú. Ilyen kisebb csukáknak nem szeretem, meg nagyobbnak se, hogy belerakni a szájába a szájfeszítőt, mert teljesen szétroncsolja neki. Így idő után úgy is belazítja. Ez viszonylag azért szépen megnyelte a horgunkat. És... Na, egy picit társ ki a szád, légy szíves. Azért a gumihalfarkát, azért egy twister farkát szeretném visszakapni. Ez az. Na, ez a talpra is mehet. Ez egy... ez hogy csináltad? Na ez érdekes, hogy ilyet nem tapasztaltam. Hát ez egy érdekes dolog. Ilyet még én sem láttam. Szerintem valószínű, hogy ott a gajak mellett így a fogai fogják. Na először szerintem a horgot veszem ki neki. Jókat ide szállja a sarkába. Igen, ott van a, ahogy van a bokor, abban a vonalban van egy ilyen nágy torzsás, és hát a törésen onnan fogdostam a csukákat, szinte végig. És szerintem ezt a nágy torzsát, ez egy nágy torzsa darab, ezt sikerült neki belehúzni a szájába a bevágás erejével. Na most ez. Nagyszerű kis szabadult. Na, sikerült kivennem a horgot. Szépen vissza is engedem. Kicsit nyugodjál meg. Így szépen. Mint a villám. Na, megdobálunk egy kicsit. Aztán, ha nem jön, akkor szerintem be is fejezzük a mai pecát, mert ez a szél nagyon kifújt. Hoppá! Ah! Bokor körül. Dobálom, közben oda koppintott.
Egy újabb jelentkező. Gyere, kis barátom. Ez az. És ebből a széléből, a nártorzsásból érkezett, úgy látom. Hopp, 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 nyugi, nyugi, nyugi. Megpróbáljuk kiszabadítani, megvan. Így van. Hát ennünk együk is el, hogy hagy ilyen tovább. Szia. Szerintem megvan a orgázatnak az utolsó mozzanata sajnos. Megpróbálom egy kis pengetéssel kiszabadítani. Ez nem fogja vanni. Ajjajjaj, úristen, de... Na most valami pattant. Megnézzük, hogy... Hát igen, ez elszakadt sajnos. Hát úgy gondolom, nem is szerelek újra. Közben egy csapat pergető jön szembe velem, úgyhogy ugyanazt a pályát kellene végigütnünk többen. És azt azért nem szeretném. Én pár szóba összegezném a mai napot. Közben betört ez az erős hidegfront. Most már a szél nagyon sokat csillapodott. Úgy napközben észletett venni, hogy az elején olyan agresszívebben kaptak a csukák, sűrűbben is volt kapás. Utána előjött ez a kis csipegetés, akkor kisebb csalira váltottam. Megpróbáltam azzal, be is jött egy darabig. Voltak utána ilyen olyan kopás, amit ilyen bután ránehezedett csak. Azt nem bírtam már megfogni. Hát mégszor ez a legapróbb csuka jött. Azt ilyen tendenciának lehet venni, hogy a csuka kapó kedve a nap folyamán lefelé ment. Most azt nem tudom, hogy ez a hidegfront, vagy a szélnek a csendesedése. És hát ez a no wind, no pike jött be lehet éppen a mai napon. Ezt most már nem fogjuk megtudni mai napon. Befejezzük a horgászatot. Ebbe az évbe, ebbe a szezonban már nem zaklatjuk tovább a csukákat. Jön az ívás ideje jövő héten, és hát március végéig nem abbahagyjuk őket. Megköszönném mindenkinek a figyelmét, és ne feledjék, horgászat határok nélkül az Energofish csapatával legközelebb is. Viszontlátásra!